Következő pályánk Faramuci fürdő névre hallgat. Kínai beütésű. Ez a japán, vagy Kína, nem is tudom. Most így hirtelen. Már itt az elején el kell indulni visszafelé, úgy érzem, igen. Kis sunyi disznójáték. Időlassításom, az már nincs meg. Ezek jó sok pénzt adnak, ezeket mindenképp érdemes megcsinálni. Sikeresen, nem úgy, mint én szoktam. És itt van valami kis rejtett cucc, hát hihetetlen komolyan. Igen, föl a fára. Aha, igen, hallom, hogy ott ordibász nem, majd mindjárt megyek, várj egy kicsit, csak most itt felfedezek. Nem, itt nem. Csak pénz. Hát ez ide tehetne egy manót, de ott valahol ordibál a domboldalban. Ott. Az elsőnek mi nősül? Igen. Jó, hát akkor... sok bónusz megtekintésével még mindig csak egy manót sikerült összeszedni. Jaj! Jaj! Igen, tuti, hogy van itt valami. Ennyi? Hát ez nem sok. Valami, csak most jön a feature-ünk ezen a pályán. Ide is azért bekukkantunk. Na, ez jó sikerült megállni. Még volt egy milliméter. Na, mit kapunk? Jézus, ez papírember vagyok, vagy mi? Ezt most miért? És ezzel mit érek? Hogy átférek kis helyeken, vagy nem annyira értem. Hát ugye el tudok bújni, mert lesznek majd gonoszok. Ezeket se értem, hogy mik ezek a kis növénycuccok itt. Meg ezt nem tudom most kapcsolgatni, tehát most mindig ilyen vagyok. Ez kábel? Nem, ez csak checkpoint volt. Hát jó, majd mindjárt kiderül, hogy ez mire jó. Lehet, hogy föl tudom akasztani magam valahol. Ez ilyen mosogató szivacs. Ó, de hülye vagyok, hát mosogató szivacs lettem, be kell lennem a vízbe, és akkor egy darabig nagy vagyok. És a vízzel ezt is meg tudom nevelni, hát ez zseniális. Tehát föl tudom venni a kis testecskémmel a vizet, és egyéb szivacsokat is meg tudok növelni. Csak itt nem folyik a víz, úgyhogy ezt be kell pörgetni, hogy folyjon. Oké, és akkor egy kicsit duci lesz a testem. Ez nagyon funny. És akkor ezeket ilyen... mint a izében, a Ghostbustersben, amikor nagy lett a habcsókember. És közben folyamatosan csökken a méretem, ahogy száradok ki. Álló helyzetben nem, de ha megyek, akkor folyik ki a kis popikámból a víz. És itt meg tudok nőni. Itt ez nagyon cukker. És így szétzúzom mindenkinek az arcát. Ó, tüzet el kell oltani. Aha, csak mondjuk először kellett volna eloltani a tüzet, és aztán odaugrani. Azt nem tudom, hogy. Szétverek mindent. Hát... ez most pont nem sikerült. Mondjuk az egy vizes mosogató szivacs, úgy kíváncsi lennék, hogy mikor és hogy gyullad meg.
Egyébként szerintem sok minden voltam már játékban, de ha tippelnem kéne, akkor mosogató szivacs még soha. Jó, de közben itt a nagy élvezkedés mellett azért nem ártam egyébként megtalálni a manókat és a puzzle darabokat is, hogy őszinte legyek. Lampionok esetleg rejthetnek bármit. Bármi rejthet bármit. Ez meleg, oké. De ha kinyomom magamból a vizet... Jó, hát én azt gondolom, hogy valószínűleg már tuti volt valami, amit nem találtam meg. És ezt így diszkréten betörök a bambuszkapót. Aha. Minden szétverek. Igazából az a lényege a pályának. Jaj, tiszta sár lettem. Kis rohadék. Jaj, szegény. 8. gondolom. De viccelj, nem hagytam ki egyet, se teljesen hiszem. Igen, de most ott kicsin kell bemennem. Ugye, arra kell mennem, vagy itt esetleg még bújik valami. Valószínűleg erre. Csak itt köpköd ez a rohadék. És ezt szét tudom vágni. Szét. Hú. Ki kell nyitnom a medencét. Jó, meg a bambuszfalat is. Mindent szétzózunk. Ez elég funny. Ott le kell csúsznom azon a csövön, ugye? De nem ezen, te idióta. Igen, itt bemegyünk, jó? Ja nem, vízzel fel kéne tölteni. Ha tippelnem kéne, akkor kis testecskémet fel kell tölteni vízzel. És ide belecsavarni ebbe? Aha. Itt adjál valami nagyon rejtett cuccot, mert nagyon okosan rájöttem. Ezt nagyon jó, hogy így belefacsarom magam a bambusz végébe. Rohadt szemét ládák. És igen, ott egy manó, helyes. Harmadik manót kérem. Tökéletes. És ez a cukkerteknős. Jaj, majdnem leestem. Puzzle darabok azért nem olyan nagyon érkeznek. Az a problémám igazából. Na mindegy. Kimostuk a kis gyökiket. Jaj, sáros vagyok és száraz. És ilyen kis lábnyomokat hagyok mindenhol. Ja, ez olaj. Nem is sár, hanem olaj, mert ilyen olajszínű nyomot hagyok magam után a vízben. Léci, adjál már puzzle darabot, öcsi, mert olyan szarul állunk. Így főleg. Na jó, hát akkor tudjátok mit? Jön a durvább verzió. Ja, hogy itt nincs víz? Jaj, az baj. Az nagy baj. Akkor be kell pörgetni azt a kis üzét. Csak azok ki akarnak nyírni engem még azelőtt. És ez mi? Ezeket meg kéne locsolni. De hülye vagyok, hát ilyen az elején is volt. Most akkor még nem fogtam fogni a feladat. Menjetek már felébe. Na jó, akkor most mérges vagyok. Na, most úgy néz ki, hogy sikerült akkor itt jelen pillanatban a feladatok nagy része. Én szerintem ilyen korábban is volt az a bajom. És akkor ezt nem csináltam meg, ezt a locsolást. Lehet, hogy nem ezen a pályán volt, de szerintem igen. Tehát nagy esély alatt puzzle darabot bukhattam, mert a manókkal rendben vagyok, csak a puzzle darabokkal nem vagyok rendben. Szerintem konkrétan egyet se találtam eddig.
kocsákat szét tudom ütni. Ezt a kis hülyét is itt le kell locsolni. És ott gondolom ezt a kis fali ábrát is meg kell tisztítani. Na ez hányadik. Hát persze, hogy kihagytam egyet. Új! Jó, megpróbálok visszaszaladni, megkeresni. Visszajöttem kb. A pályának a legelejére, és itt volt két-három ilyen kör, ilyen bokrokkal, és az eléggé adja magát, ezt meg kellett volna locsolni. Igen. Ez még nem biztos, hogy az üdvözüléshez vezető út, de hátha. Aha, ja. Szép volt, ügyes vagyok. Na jó, visszaszaladok oda, ahol tartottunk. Itt ezt még nem annyira láttam át, hogy itt locsolgatnunk kell. Na, visszaértem ide a kis fali képhez. Elvileg itt volt ugye a második. És erre kell tovább mennünk. Ezt feltételezem bevizezzük és szétüti a falat. Ja, és csinál nekünk egy följáratot. Csak ugye ezek is száradnak ki folyamatosan és elvileg összemennek. Ú, csak ennyi tűz jön. Az jó, de legalább checkpoint. Ez kedves tőle. Erre elnézünk, mert erre úgy gondolom, hogy lesz valami kis jutalom. Oda is. Ott a fán majmok. De igen, el tudok ugrani. Kénytelen leszek megpróbálni. Itt is egy növény. Amit hiába locsolok meg. És ez a fa, ez... Nehezen hiszem, hogy itt nem kéne valamit megszereznem. Hát... Na mindegy. De legalább annyit értem vele, hogy nem fogok tudni visszamenni. Ó, oh, itt viszont van egy kis... Ja, azt a tüzet kéne eloltanom a fa tetejéről talán. Tehát viszonylag gyorsan oda kéne mennem, amíg nagy vagyok. És még van bennem víz. Bár nem tudom, hogy mennyire csökken a méretem, mert azért olyan nagyon nem. Lehet, hogy ezt csak én éreztem úgy. Igen. Na, ugorj már! Igen, igen. És... elaludt. Kérek bónuszt. Ó! Ez meg... Viszont akkor ezt nem tudom, hogy nyírom ki gyorsan. Lehet, hogy sehogy. Azzal a gombbal meg tudtam volna ölni. Mindegy most már. Na jó, hát akkor megjön a titkos kijelent, aztán visszajövünk és innen folytatjuk. Vulkánválság lesz majd a következő. Illetve hát ezeket majd egyben csinálom meg, de most vissza az alapterületre. Na visszaértem ide, ugye itt volt ennél a fánál ez a rejtett bejárat ebbe a házikóba, és akkor ott volt a titkos kijárat. Ott volt az a gomb, amit meg lehetett nyomni, remélem az nem az lesz, hogy ott egy manó is el volt rejtve, és akkor ilyen two in one. Majd kiderül, hogy a következő manó az hányadik lesz. Ja, itt így nem biztos, hogy végig tudok menni. Biztos, hogy nem tudok. Ott lóg egy manó. Hát ezt meglátjuk, hányadik lesz. Most mi van? Miért kell így is félnie? Ne féljél már. Hányadik vagy? Jó van, szuper. Akkor nem maradt ki. Mindent lezúzunk. Aha, viszont itt csomó szivacs van. Aha. Azért egy csomó pénz is van. És arra felé is vannak tüzek. Azt is nyilván meg kell nézni. Itt pedig. Aha, végig kéne ugrálni az egészen egy körben, mert ott a puzzle.
Ez vicces. Mennyi idő alatt tűnik ez el? Elég hamar, ugye? Hát ez így nem olyan jó. Annyira egyébként nem volt rövid idő, tehát hogyha nem vagyok nagyon béna, akkor elvileg, jó, szuper. Jó, akkor az összes puzzle megvan, és azt hiszem még kettő manó hiányzik talán. Bízunk benne, hogy egy lesz itt. Aha, itt bújik szegény. Jó, és már csak egy darab, ez ilyen kis ninja manó. Jaj. És egy legutolsó. Ja, tovább jutnom is így kéne. Aha, csak ez nem nőtt meg. Ó, hát ez láva. Ezt is be tudom szívni? Hogy mi a fene ez? Ja nem, vissza kell jönnöm ide vizesen. Értem. Jó, és akkor bemegyünk ebbe a kis platformba, és kiszakítjuk. Ez azért durva. És ez egy időben vissza fog gyulladni? Eléggé úgy néz ki. Ez nehéz. Úgy látom, hogy ez nehéz a kis szivacs testemnek. Mindig csak egy kis darabot tudunk ezzel így eloltani, és aztán tovább kell ugrálni. Aha! Ja, azt hittem, hogy ez most így el is fogyott. Ez baj lett volna eléggé. Na, töltődj már vissza. Fú, ez azért... Jaj! Jézus Mária! Srácok, hülyék vagytok teljes mértékben? Jó. Nem foglalkozom most ilyen lángoló kreténekkel. Szevasztok. További jó szórakozást. Jó, hát akkor elvileg megvan minden. És itt legalább nem is kellett vásárolnom ilyen segítséget. És úgy van meg minden, hogy még a dimenzió kapu is megvan. És még azt a lámpást is leverjük. Meg. Azt is leverjük, ha már itt vagyunk. Igen, hátam mögött mit található? Semmi. Hát megyünk a falon. Igen, ez beszakad alattam? Nem, ez csak víz. És ott gondolom végig lent tüzek voltak, csak ugye most lefolyt a víz végig és lezúzta őket. Picit megijedtem. Jó, hát szerintem itt akkor meg vagyunk, mert hogy elvileg mindent megszereztünk, ennek most aranyzászlósnak kell lennie egyből. Mindenki nagyon boldog. Na jó, lenne már megint egy bónusz, mert... Hát persze, hogy nem. Na hát akkor ez volt elvileg a Faramuci fürdő, vagy valami ilyesmi nevezetű pálya. És elvileg aranyzászlósnak kéne lennie, és yeah. Oké, innen fogjuk folytatni legközelebb.